December 18-án ülésezett legutóbb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság, amely egyben a bizottság alakuló ülése is volt, hiszen a tagok korábbi mandátumai az előző hónap elején jártak le. Maracsi Endre elnök hétfő délelőtt arról számolt be, a bizottság két fővel bővült, a nyíregyházi törvényszék elnöke Nyakó Zsuzsanna és Kis Kálmán egyetemi professzor is a megyei értékek felkutatásán dolgozik a jövőben. Ezen az összejövetelen 5 új javaslatot is elfogadtak, így a megyei értéktár immár 127 tételből áll. Két templom, mind a kettő Nyírbátorhoz kötődik, és mind a kettő azt hiszem, hogy az épített örökség mellett a kulturális örökség részében is elvitathatatlan, hogy miért szerepel a megyei értéktárban ez a minorita templom, illetve a református templom, és bekerült a kulturális örökség kategóriában dr. Margócsi Józsefnek a helytörténeti munkássága, emellett a szatmárcsekei temető, illetve nem utolsó sorban Baráth Sándor Kristóf népiparművész fafaragónak a munkássága is. Margócsi József munkásságának értéktárba vételére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár tett javaslatot, ahol nyugdíjas éveiben egészen 2013-as haláláig aktívan tevékenykedett helytörténeti kutatóként. A korábban egyetemi tanárként dolgozó Margócsi számtalan emlékiratnak járt utána, amelyek alapján irodalmi stílusban írt a megyei és Nyíregyháza történelméről. Elsősorban ő irodalomtörténész volt, irodalmár volt, de a helytörténetit is a szívén viselte. Halála után hagyatékát az örökösök több közgyűjtemény között megosztották. A levéltár, a Juss András Múzeum, illetve a megyei könyvtárban találhatók a Margócsi hagyaték darabjai, továbbá a Kossuth gimnáziumban is. Ezeket 2019-ben egy közös leltárat, adatbázist készítettünk róla, ami elérhető az interneten, illetve néhány darabja ennek a gyűjteményben be is lett digitalizálva és online elérhető. Az értéktárbizottság jelenleg azon dolgozik, hogy összesítse az eddig bejegyzett 127 értéket. A tervek szerint hamarosan egy átfogó könyv jelenik meg a megye sajátságos környezeti és kulturális örökségeiről, tette hozzá Baracsi Endre.